Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Milyen évet szeretnétek a következő évben? Mármint ebben az évben, nem a következőben, ami hát, ami ezután lesz. Jó évet szeretnétek? És szerintetek a világban, mit mondjuk itt a Európában, milyen lesz az embereknek ez az év? Nehéz? Izgalmas? Vicces? Attól függ, hogy mire vonatkozik ez a viccesség, nem? Tehát nézzük, hogy ugye milyen világban élünk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem tudják azt, hogy egy ilyen színháznak a részei. Tehát az egész, ami a világban van, amit művelnek itt a kormányok, meg az országok vezetői, az gyakorlatilag egy színjáték. Tehát színjáték. És ugye ebben a lakosság a szereplő, ebben a színjátékban. És nekem úgy tűnik, mintha nem látnánk át, hogy semmi mögött nem az van, mint aminek mutatják, illetve mint aminek a média mondja. Tehát semmi mögött nem az van. Tehát az emberek azt gondolják, hogy az az igazság, amit a médiában látnak, ugye a világunkról, közben a média az egy kiváló eszköz arra, hogy elfedje a valóságot. Tehát szó szerint. És ha valaki nem így áll a médiához, akkor egész életében az igazságot nem fogja megtapasztalni, csak hamis adatai lesznek. Tehát hamis adatai. Tehát ami azt jelenti, hogy alapvetően hazugságokkal lesz körülvéve. És az ember úgy működik, hogyha nem tudja, mi az igazság, vagy mik az igazságok, hanem egy olyan életben él, ahol tele van hazugsággal, vagy elferdítésekkel, hát az elferdítés is ugye hazugság, akkor gyakorlatilag az adott illető az nem tud a körülményekhez alkalmazkodni. Tehát nem tud egy olyan életet élni, amiben jól tudja magát érezni. Tehát egy hazugsággal teli világ, most gondold végig, mondok példát, hogy megértsük. Tehát, mit tudom én, mondjuk van legkisebb közösségi egység, ugye az a család. A legnagyobb közösségi egység meg a társadalom. Oké, tehát miért gondoljuk azt, hogy egy társadalom másként tud működni, mint egy család az igazságok és a hazugságok terén? Miért gondoljuk azt? Tehát közösség, közösség. Teljesen mindegy, mekkora a közösség. A közösségben fontos, hogy igazságok legyenek, és ne hazugságok, akár mekkora az a közösség. Oké? Tehát teljesen mindegy, hogy az két szeméből áll, és úgy hívják, hogy párkapcsolat, vagy úgy hívják, hogy társadalom. Alapvető dolga egy közösségnek az, hogy ne hazugságokkal legyen teli, hanem igazságokkal legyen teli. Tehát, hogy lássuk a példát, most mondjuk a legkisebb közösségi egységben maradjunk, ugye a család, tehát mondjuk a két fél közül, ugye férfi és nőről van szó, a két fél közül mondjuk egyik csalja a másikat, de ezt folyamatosan titokban tartja, vagy tagadja, akkor szerinted abban a
párkapcsolatban nincsenek hazugságok? De igen. Nem is kicsi. Világos ez? Na és egy olyan párkapcsolat, ahol az egyik mondjuk csalja a másikat, az tud az a párkapcsolat boldog lenni? Tehát azt értsétek meg, hogyha egy közösség hazugságokra épül, az soha nem lesz boldog emberek közössége. Érted? És az egész társadalom most itt a világunkban, nem csak Magyarországon, az egész világon hazugságokra épül. Tehát ha megnézed az elmúlt 100 évet, vagy most már több mint 100 évet, mióta az első világháború kirobbant, illetve az előtti időszakot, ami elindította az első világháborút. Onnantól az egész világunk hazugságokra épül. Hazugságokból robbant ki az első világháború, hazugságokra épülve robbant ki a második világháború, az összes háború hazugságokra épült, és úgy robbant ki, ami létezett itt az elmúlt több mint 100 évben, mondjuk 105 évben, vagy 2014, vagy 1914, akkor az több. Mennyi a 108 évben? Tehát az egész az úgy történt, hogy ha hazugságok vannak egy társadalomban, vagy egy közösségben, bármilyen közösségről beszélünk, akkor nincs boldogság. Ha hazugságok vannak, akkor az emberek, mivel boldogtalanok, rosszul érzik magukat a bőrükben. És a hazugságokkal teli közösségben az emberek könnyen manipulálhatóak, illetve nagyon könnyen hibáznak a rossz hangulatuknak köszönhetően. Ami annyit jelent, hogy hibás döntéseket hoznak, helytelenül cselekednek, és a hibás döntésekből, helytelen cselekedetekből baj lesz mindig. A rossz hangulatnak köszönhetően ugye az emberek manipulálhatóak, és azt mondhatnak nekik, amit akarnak. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál hiszékenyebb. Világos ez? Annál hiszékenyebb. Annál könnyebb elhitetni vele valamit, akár bármit, amit szeretnének vele elhitetni. És ezáltal, ha az ember jó állapotba akar lenni, boldog akar lenni egy hazugsággal teli közösségben, az lehet, mondom, egy párkapcsolat is, lehet az egész társadalom, akkor az igazságok keresésére kell törekednie. Mondom, kell. Ha az ember nem boldog, akkor nem az a megoldás, hogy a fejedet a homokba dugod. Márpedig egy olyan társadalomban élünk, olyan közösségben, a társadalom is egy közösségben élünk, ahol a legtöbb ember mit csinál, mint a strucc? Puff, homokba dugja a fejét. Érted? És hát, ha akkor megúszza a problémát, illetve a problémákat. Érted? És megnézed, ezt csinálják az emberek. Tehát az is egy homokba dugás, a fejünk homokba dugása. A dugás szót azért jól értelmezzük, tudod? Bár ha nem, valaki félre értelmezi, az se baj. Az még nem jelenti azt, hogy nem jó ember. Jó, szóval
lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy mit jelent a jelen világunkban, hogy az emberek fogják és homokba dugják a fejüket. Például azt jelenti, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy mennyit romlik a pénz értéke. Nem veszik figyelembe. Homokba dugják a fejüket. Nem veszik figyelembe, hogy a pénzük vásárló értéke ezáltal csökken. Nem veszik figyelembe, hogy a legtöbb embernek sokkal nagyobb mértékben csökken a pénzének az értéke, mint a jövedelmének az emelkedése. Ezt nem veszik figyelembe. Nem veszik azt figyelembe, hogy van egy jövő, nem veszik azt figyelembe, hogy a jelenben, ha élek, a jelenben mindig gondolni kell a jövőre, és a jövőt azt a jelenben építem. A jövőt nem a jövőben kell építeni, hanem a jelenben kell építeni. Ha egy ember egy stabil jövőt akar magának, akkor a jelenben kell felépíteni a stabil jövőjét. Érted? Tehát ha például, most mondok példát, hogy értsük. Ha föl akarnak húzni mondjuk egy nagy irodaházat, azt a, és meghatározzák, hogy mikorra kell fölhúzni azt az irodaházat, azt az irodaházat nem a jövőben kell elkezdeni, hogy elkészüljön, hanem a jelenben kell elkezdeni, és a jelenben kell folytatni az építkezést, hogy az valaha befejeződjön. Mindig a jelenben kell folytatni. Nem tudom, elég világos voltam. Te ha akarsz magadnak egy házat építeni, ugyanez a helyzet. Eltervezed, hogy milyen házat akarsz építeni, és elkezded a jelenben építeni, hogy a jövőben megvalósuljon, mert a jövőbeni idő az a jövőnek a jelenje. Világos ez? Tehát a jövő jelenje. Tehát mindig a jelenben kell tennünk a jövőnkért, és soha nem a jövőben. Világos ez? Ha mindig a jövőben akarsz tenni valamit, akkor semmit nem fogsz tenni. Világos ez? Semmit. Mert mindig azt mondod, hogy majd holnap, vagy majd a jövő héten. Érted? Na most, tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem veszik azt figyelembe, hogy a saját jövőjükért most kellene tenni. Tehát például úgy, hogy sokkal jobban odafigyelni, ezt sokan csinálják a világban, nehogy azt higgyétek, hogy nem, de a többség például Magyarországon nem csinálja. Vagy legalábbis nem látni, hogy csinálja. Mit? Hogy jobban odafigyel a kiadásaira. Érted? Ha bevételt nem tud az ember növelni, akkor a kiadást kell csökkenteni. Világos ez? Ez egy alap dolog. Tehát két dolgot tudsz csinálni, vagy a bevételeidet növeled, vagy a kiadásaidat csökkented. Tehát ha van egy infláció, ugye bevallottan ez ilyen 21-22%, hát ennek a többszöröse az infláció, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, éves szinten többszöröse. Tehát szerintem úgy lehet számolni most az inflációval, hogy olyan negyed évre körülbelül olyan 21 pár százalék. Tehát egy negyed évre. Na most az annyit jelent, hogy nagyon romlik a pénznek az értéke. Tehát nagyon romlik a pénz értéke. És ha az embernek a jövedelme nem emelkedik olyan mértékben, mint ahogy a pénz romlik, akkor össze kell húzni a nadrágszíjat, és sokkal kevesebb kiadást kell csinálni. Nem csak a fűtésem,
nem csak azon, hanem mindenen. Tehát egyébként nem a fűtésen lehet a legtöbbet spórolni, hanem a hasunkon. Így van. Na most én abszolút nem látom, hogy a kaján elkezdtek volna spórolni az emberek. Abszolút nem. Pedig mindig a kaján lehet a legtöbbet spórolni, és nem a fűtésen. A második a fűtés. Oké? A második. Tehát, de hát emberek nem csak ugye ebben a két, ezen a két területen, az élelmiszeren és a fűtésen költekeznek, hanem ugye nagyon sok ember üdülésre költ éves szinten. Jó, azokat megértem részben, akik kapnak ilyen szép kártyát, hogy és el kell üdülniük. Vagy ha nem üdülik el, akkor elvész az összeg. De akkor is bármilyen üdülés, ha csak az nem otthon történik, az pénzbe kerül. Mert oda el kell menni, ott lehet, hogy már pluszba fogsz költeni valamennyit. Tehát az pénzbe kerül, akkor is, ha a szállás az ingyenes. Oké? Akkor is, hogyha ugyanannyit eszel ott, mint esetleg otthon. Vagy akkor is, ha esetleg az élelmiszert is beszámolják a szállásdíjba. Ugye az étkezést beleszámítsa. De ugye az embereknek az a probléma, hogy én ismerek olyan embert, aki régen soha nem utazott. Tehát amikor mi utaztunk a múltban, évente kétszer-háromszor mentünk külföldre, ők nem mentek. És azóta mondjuk elvált az illető, és most egyedül él azóta, egykorúak velünk voltak, egykorúak voltak, és mióta egyedül van, a pénzét utazásra költi. És annyira megszokta az utazást, hogy ha tehetné, állandóan utazna. Tehát ha lenne annyi pénze, hogy megtehesse, akkor meg lenne elég szabadsága, akkor állandóan utazna. Tehát gondold végig, azt mondja, hogy 84-ben házasodtunk a nejemmel, ők 85-ben, és azt mondja, hogy olyan 12 éve kezdett el. Tehát 25 éven keresztül, mondhatom azt, nem utazott sehova, érted? Nem ment. És 12 éve elkezdett utazni, azóta utazik. Mi akkor hagytuk abba az utazást, ő meg pont elkezdte. Érted? És lényeg az, hogy azóta állandóan menne, és ha akarnék vele kommunikálni valamiről, akkor erre, ez a téma érdekelni a legjobban, hogy mi van, milyen helyre lehetne menni a világban, érted? Tehát milyen látnivalók vannak a világban, és stb. Stb. Na most gondold végig, szerintem nem ő az egyetlen, aki így járt. És most gondold végig, ha a pénzének az értéke mondjuk csökkenni fog, akkor ugye nehezebben tud menni utazni. És mivel hozzászokott az utazáshoz, és vágyódik az utazásra, ezáltal rosszul fogja magát érezni, hogy nem utazhat. Vagy nem utazhat annyit. Csak tudod, egy baj van, hogy mindig, ha az ember elmegy üdülni vagy nyaralni, az véget ér.
és utána jönnek a szürke hétköznapok, ugyanúgy, érted? És a szürke hétköznap az több az embereknek, mint az üdüléssel eltöltött idő. Tehát nem az a megoldás, hogy pótcselekvést csináljon az ember. Tehát az, hogyha az ember ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében, pénzt kell kiadnia, azt úgy hívják, hogy pótcselekvés. Érted? Tehát ahhoz, hogy jól érezd magad, ahhoz pénzt kell kiadnod, tehát nem tudod úgy jól érezni magadat, hogy ne kelljen pénzt kiadnod, akkor az pótcselekvés. Akkor azt tudod, mit jelent? Hogy válságban van az érzelmed. Mert az érzelmed nem pozitív, hanem negatív. Érted? Tehát egy olyan ember, aki jól tudja magát érezni akkor is a bőrében, hogyha nem kell azért egy forintot se kiadnia, akkor annak rendben van az érzelme. Érted? Ami azt jelenti, hogy pozitív érzelmek vannak benne. Nem negatív. Világos ez? Tehát gondold végig, hogy mennyi olyan dolog van, amiben ilyen strucc politikát folytatnak az emberek, ahol nem veszik figyelembe azt, mert még van pénzük, esetleg van még tartalékuk, vagy föl lehet venni hitelt, de a hitelt ki lehet, tehát vissza kell fizetni. Tehát most mondok példát. Itt volt a, hogy értsük, ugye bejött a háború, a nyártól elindult mindenféle szankció, ennek hatására elindult a pénzromlás, nagymértékű pénzromlás, már a háborútól is, de egyértelműen ugye nyár elején lett világos, olyan május végén, nyár elején, hogy, mekkora pénzromlásban vagyunk, és hát ugye ez egyértelmű bizonyos emberek számára, de bizonyos emberek számára meg kevésbé. És na, mit akartam ebbe a... mit mondtam a példa előtt? Emlékeztek? Micsoda? Hogy költeni kell, hogy jó hangulatban legyen. Tehát, jó, hogy pótcselekvés. Tehát, hogy az emberek pótcselekvést csinálnak. Meg, hogy jól érezd magadat. Jó, tehát, pedig érdekes dolgot akartam mondani, és közben elfelejtettem. Na mindegy, eszembe jut, jó? Úgyis eszembe jut. Jól érzik magukat. Érzelmei rendben vannak. Rendben vannak az érzelmei, és akkor nem kell költeni. Egyetlen kérdés. Ugye még mondtam a hitelt. Tehát, hogy fölvesznek hitelt, na mindegy, majd eszembe jut, majd akkor mondom, mikor eszembe jut. Szóval gondoljátok végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek nagy része nem veszi figyelembe azt, hogy milyen jövő várhat rá, ha nem gondolkodik előre. Tehát nem gondolkodik előre. Na mindegy, haladjunk, aztán majd. Majd eszembe jut. Tehát ugye sokan azt gondolják, hogy az életünk értelmét az adja, hogyha van annyi pénzünk, ahol a vágyainkat kielégíthetjük. Mondok erre példát. Mit tudom én? Számos olyan helyzet van, hogy együtt él egy pár, mondjuk évtizedeket, és a férfi, ez jellemzően férfiak szokták csinálni, a férfi fogja és lecseréli a párját egy jóval fiatalabbra. Na most
ugye mondjuk egy generációval fiatalabb. Ugye a generáció az nem feltétlenül 25 év abban az esetben, hogyha pont generációs váltás van. Tehát lecserél egy fiatalabbra. Na most igen ám, de az neki mennyi plusz pénzébe fog kerülni? Érted? Gondoljátok végig. Tehát ami azt jelenti, hogy az a vágya, ezt most miért mondom, mert ugye vágyról beszélek, az a vágya, hogy tudjon reprezentálni mondjuk egy fiatal nővel, érted? Meg az ágyba is egy fiatal nővel bújjon, és de arra nem gondol, hogy ez neki mekkora plusz pénzébe fog kerülni havi szinten, érted? Valamit valamiért, ezt tanultuk. Szóval lényeg az, hogy ugye azért azt kell, hogy teljesüljön, amire vágyik. Tehát mit tudom én, van egy működőképes, nem új autója valakinek, és akkor látja, hogy mit tudom én, már lassan több BMW szaladgál az utakon, mint meg Mercedes, meg Audi, mint mondjuk Suzuki, érted? De ugye mondjuk egy Suzuki árához képest egy BMW, vagy egy Audi, vagy egy Mercedes, mondjuk háromszor annyiba kerül. Vagy még többször. És hát akkor ő arra vágyódik, hogy legyen neki egy olyan autója. Érted? De arra nem gondol, hogy nem elég, hogy többet ad ki érte, amikor megveszi, hanem utána neki az az autó jóval többe fog kerülni. Érted? Ami azt jelenti, hogy ennek a három autónak a legdrágább a szervizköltsége. Érted? Tehát én nekem egyszer volt egy olyan autóm, ami egy Saab volt, amit 2 évesen vettem, és még ugye el kellett vinni szervizbe, és mi, ugye az volt előírva, hogy vinni kell a szakszervizbe, és egy olajcseréért a 2000-es évek elején kifizettem 170 ezer forintot, és nem a Saabnak volt a legnagyobb szervizköltsége, érted? Egy olajcseréért. Tehát olajat cseréltek, légszűrőt, olajszűrőt, ennyit cseréltek, pollenszűrőt. És ez került 170 ezer forintba 20 évvel ezelőtt, érted? Na most gondold végig, valahogy ugyanígy járnak a mercisek, csak ennek a többszörösét gondold végig, meg a BMW-sek, mert a legnagyobb a szervizköltsége az a BMW-nek. Tehát a Rolls-Royce az nem szaladgál rengeteg, de BMW rengeteg szaladgál. Na most, ami azt jelenti, hogy az emberek nem gondolnak arra, hogy a vágyuk az akár anyagi romlásba döntheti az embereket. Tehát saját magukat. A vágyaik. Tehát a vágyaik. És nem csak anyagi romlásba, hanem annak a következményeibe. Tehát mondok példát, ha generációs különbségek vannak emberek között, akkor nehéz kommunikálni egymással. Ez bizonyára megfigyeltétek a gyerekeitekkel kapcsolatban. Hogy a gyerekekkel elég nehéz kommunikálni, a legtöbb esetben, mert ugye generációs különbségek vannak köztük, ugye a szülők és a gyerekek között, tehát most szülők és gyerekekről beszélek, tehát én most nem
a kisgyerekről beszélek, hanem a, ugye már aki, akivel lehet kommunikálni. Jó, értelmes dolgokról. És gondold végig, ez ugyanúgy fennáll, ha a párkapcsolatban van generációs különbség. Hogy nehezen kommunikálnak. Mert más az érdeklődési körük. Tehát teljesen más az érdeklődési körük. Éppen beszélgettem valakikkel, vagy valakivel a minap, és akkor elmondta, hogy az iskolában már olyanok a gyerekek, hogy gyakorlatilag szinte semmi a mostani, akik bekerülnek már az iskolába. Tehát alsó tagozatról beszélek. Olyanok, hogy gyakorlatilag semmivel nem foglalkoznak azon kívül, hogy nyomkodják a telefonjukat. Pontosan. Érted? Na most gondold végig, ha az felnő, az a gyerek, vagy akármit, ami mondjuk serdülőkorba ér, amikor már lehet kommunikálni valakivel, akkor mi a manóról fognak vele kommunikálni? Azon kívül, hogy ő gyakorlatilag egy zárt világban él, a telefonba zárt világban. Tehát neki az a világa, ami a telefonból kap információ. Érted? Tehát gondold végig, hogy fognak kommunikálni velük a szülők? Meg miről? Tehát SMS-be. Tehát gondoljátok végig, ugye, de most nem arról szól a történet, hogy megbeszéljük egymással, hogy miről fognak kommunikálni, csak gondolkozzatok el ezen. Tehát egy nagyon érdekes világ indult el, ugye 2020 márciustól, onnantól. És ez a nagyon különleges változás, ez lehet jó egyes embereknek, vagy lehet rossz a nagy többségnek. És ugye kinek lehet rossz? Aki nem veszi figyelembe azt, hogy a jelen változásainak milyen következményei lehetnek őrá vagy a családjára nézve. Érted? Mert ez egy kulcskérdés, hogy bármilyen változás van, ami hatással lehet az emberre, az milyen változás, tehát milyen hatást idéz elő a jövőre nézve. És az ember nem csinál ilyet, már pedig a legtöbb ember, tudod miért nem csinál? Mert elérték náluk, hogy ne legyenek jó hangulatúak az emberek, volt rá két év, és ezáltal nem tudnak gondolkodni. Mert a jó hangulatú ember az egy ösztön ember, és nem gondolkodó értelmes lény. A rossz, nem azt mondtam, tehát a rossz hangulatú ember, nem a jó, bocsánat, tehát jó, örülök, hogy figyeltetek, tehát ez volt a teszt, tudod, tehát a rossz hangulatú ember az ösztönlény, tehát ösztönlény, és egyszerűen nem tud gondolkodni, a jó hangulatú tud gondolkodni, de akkor is nehéz gondolkodni egy olyan világban, egy olyan közösségben, ami tele van hazugságokkal. Tehát ha megnézed a világunkat befolyásoló helyzeteket az elmúlt 100 évben, az semmi nem úgy volt, mint ahogy tálalták, vagy akár tanultuk még az iskolában. Tehát semmi nem volt, semmi nem úgy volt. Nem úgy volt az első világháború, nem úgy volt a második világháború. Érted? Nem úgy volt a, mit tudom én, a bármilyen más egyéb háború, ami ugye érintette az embereket. Vagy nem úgy volt a, ugye, ami nagyon érintette a társadalmat, a torony ledőlés. Az se úgy volt. Tehát semmi nem úgy volt. Tehát semmi.
Nem úgy van most a két ország közti háború, ugye Oroszország és Ukrajna közti háború, mint ahogy az emberek gondolják. Nem úgy volt a, mit tudom én, a gázvezetéknek a fölrobbanása, mint ahogy az emberek gondolják, illetve hogy a média előadta. Tehát semmi, tehát nincs egy olyan meghatározó dolog, ami úgy lett volna, mint ahogy a legtöbb ember tudja. Érted? Semmi. Tehát az egész, az gyakorlatilag az hazugság. Persze minden hazugságnak van valóság alapja, persze. Mert valamire rá kell építeni a hazugságot, tehát a hazugságra építik a valóságot. Nem, a valóságra építik a hazugságot, bocsánat. Tehát a valóságra építik a hazugságot, de azért, hogy az emberek ne a valóságot lássák és higgyék, hanem a hazugságot. Tehát ha egy, ha nem, ugye azt nem tudják elhazudni, hogy nem volt világháború, egyes, meg más, kettes, mert volt. Tehát a hazugságoknak van valóság alapja, csak a valóságra építenek rá egy hazugságot. Érted? Az is valóság, hogy ledőltek a tornyok. De amit arra építettek, hogy ledőltek a tornyok, na az már hazugság. Ugyanúgy tény az, hogy van háború itt a szomszéd országban. De hogy ez a háborúnak mi a kezdete, miért történik, stb. Stb. Ez mind úgy, ahogy van, tel is tele van hazugsággal. Tehát mondom, ez olyan, mint a párkapcsolat esetén, mikor boldogok akarnak lenni a párok, mondjuk az egyik, de a másik az folyamatosan csalja a párját, érted? Tehát az a kapcsolat, az soha nem lesz boldog. Soha. Érted? Tehát soha nem lesz. Tehát hiába az egyik nem tudja, hogy a másik csalja, akkor sem lesz az a kapcsolat boldog. Tehát az embernek van egy lelkiismerete, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, és az nem fogja hagyni, hogy boldog legyen az illető. Jó? És ezáltal a másik lesz, sem lesz boldog. Szóval gondold végig, egy olyan világ, ami most van, az egyetlen egy dolgot kér tőled, hogy keresd az igazságokat. Érted? Keresd. Miért? Elmondtam, mert a hazugsággal teli közösségben, a társadalom az egy közösség, akik elfogadják a hazugságokat és nem néznek utána az igazságoknak, azok soha nem lesznek boldogok. Tehát soha nem fogják jól érezni a bőrükben magukat. Érted? És akkor gondold végig, hogy honnan tudja az ember az igazságot. Most eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy dolog, hogy visszamegyünk a történelembe, és megnézzük, hogy mennyire voltak boldogok mondjuk a sötét középkorban az emberek. Hát ugye azt tanultuk, hogy nem voltak boldogok. És ebben van igazság, hát gondold végig, hány millió embert kivégeztek, mert mit tudom én, különleges képességekkel bírt. Hány millió embert kivégeztek azért, mert például nem úgy látta, nem úgy gondolta, nem az volt a világnézete, mint az elfogadott világnézet. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember nem tehetett meg akármit, mert mit tudom én, jöttek az inkvizitorok, azt elhurcolták. Ugyanez például ugye Magyarországon még vissza lehet emlékezni, ugye az 50-es évek terrorjára, ahol mit tudom én, ha valaki eldugta a terményét, akkor utána mit csináltak vele? Vagy
stb. Érted? Tehát lényeg, mikor a beszolgáltatások voltak. Ugye az a háborús jóvátételi beszolgáltatások. De ugye nem csak arról volt szó, hanem mit tudom én, valaki más nézetet vallott, mint amit akkor vallani kellett, és ennek hangot adott, akkor simán már vitték is. Szóval gondold végig, hogy egy ilyenfajta működésben azért olyan túl boldog az ember nem tudott lenni. És az egész történelmet, ha visszanézzük, ugye erről szól a történelem. És ugye mi a probléma ezzel? Tehát az a probléma, hogy igazából végig, ha megnézzük a történelmet, az emberek nem boldogak, nem voltak boldogok. Miért? Mert olyan dolgokat kellett nekik elfogadni, ami hazugság. Tehát most gondold végig, itt vagyunk mi emberek, itt a PPH-nál, akik kezdjük átlátni ugye az élet és az ember működését. Ami közel nem úgy látszik, mint ahogy az ember előtte gondolta, vagy előtte hallotta bárki mástól, vagy akár tanították is neki. Közel se. Na most, ha ezt jobban tovább nézzük, akkor azt látod, hogy mekkora félelem épülhet arra, amit úgy hívnak, hogy halálfélelem. Tehát mennyire félnek az emberek a haláltól. És ugye a halálfélelem az alapja az összes félelemnek. Tehát hogyha nem lenne halálfélelem, akkor gyakorlatilag mitől kellene félni? Mitől? Akkor az azt jelenteni, hogy nem lenne mitől félni, mert minden félelemnek a vége, a begyűrűzése a halál, ha végig gondolod. Tehát ha nem lenne olyan, hogy halál, akkor mitől kellene félned? Mitől kellene félned? Gondold végig, ha nem lenne olyan, hogy halál, mitől félnél? Semmitől. Hát gyakorlatilag az a válasz, hogy semmitől nem félnél, mert azt mondanád, ha mitől elvesztenéd a vagyonodat, semmi gond, van időm újra termelni. Érted? Mert nincs halál. Tehát ha nincs halál, akkor nincs olyan, hogy idő. Amikor azt mondják, hogy idő, akkor az emberiségnek és az embereknek azért számít az idő, mert van olyan, hogy halál. Érted? Mert az idő a halálunkhoz van kötve. Érted? De ha nem lenne halál, tehát legalábbis az ember nem halna meg, lenne halál, csak nem az ember részéről, akkor gyakorlatilag nem kellene időnek lenni. Akkor nem számítana az idő. Érted? Gondold végig, akkor még vannak más dolgok is. Ugye a halálhoz kapcsolódnak a betegségek. Tehát a legtöbb ember úgy hal meg a bolygón, hogy előtte valamilyen betegség tünetet produkál. Oké? Tehát a legtöbb ember így hal meg. Általában egészségesen nem szoktak meghalni az emberek, ha csak nem balesetben. Tehát a legtöbb ember az betegségben hal meg. De itt van a betegség kérdése is. Lehet félni a betegségtől, mert mondjuk fáj, vagy ilyen-olyan problémát okoz. De ha nem lenne halál, akkor nem lenne betegség se. Érted? Tehát a betegség az a halálhoz kapcsolódik. Gondold végig,
mi a családunk átment többször a Covidon, úgyhogy észre se vettük. Utána produkáltunk megfelelő tesztet, hogy meglegyen a kártyánk, érted? Tehát pozitív tesztet produkáltunk. Mások belehaltak a Covidba. Érted? Ezt nem azért mondom, hogy mit tudom én, dicsérjem magam, most nehogy félreértsétek. Csak betegség és betegség érzékelés között ekkora különbség van. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha az ember nem halna meg, akkor nem is lenne beteg. És akkor nézzük tovább. Ugye mi okoz betegséget? Rossz levegő, táplálkozási hiány, akkor a víz rossz minősége, stressz, stb. Stb. Jó? Tehát alapvetően ezek. De mondjuk megnéznénk, hogyha nem lenne halál, akkor nem lenne öregedés. Érted? Nem lenne olyan, hogy öregedés. Csak olyan, hogy öregedés, ha anyagról beszélünk, az bizony létezik. Tehát olyan anyag nincs, kivétel az arany, de te nem vagy aranyból. Az öregszik. Érted? Minden az aranyon kívül öregszik. Minden. Érted? Tehát minden anyag öregszik. Ami azt jelenti, hogy át akar menni egy másfajta energiaállapotba. Érted? Az öregedés révén. Tehát egy másfajta energiaállapotba. És ezt miért mondom, csak hogy világos legyen, hogy a test öregedése, mivel a test anyag, az egy természetes dolog. Ugye, de nem mindegy, hogy mennyi olyan hatás érte, ami gyorsítja vagy lassítja az öregedését. Külső hatás természetesen. Ugye akit sok olyan hatást ért és nem nagyon tudta kezelni, ugye az gyorsabban öregszik. Ha kevesebb hatást érte vagy tudta kezelni, akkor ugye lassabban öregszik. Na most, de még mindig az a gondolat, hogy itt van a testünk, amiről tudni kell, hogy az öregedni fog és öregszik és meghal. Mondjuk nem mindegy, hogy mennyi idő alatt öregedne meg természetesen. Tehát akár öregedhetnénk több ezer éven keresztül is. De gondold végig, hogy ugye a halál kérdését. Tehát amikor egy ember meghal, és ugye egy másik emberben a halál gondolata ezáltal megfogalmazódik, mert találkozott a halállal, ugye egy másik ember révén, akkor maga az a gondolkodó életben maradt lény, mit tudom én, gondolkodik azon, hogy nem szeretne úgy járni, vagy stb. Stb. De most azt is gondoljuk végig, hogy mikor egy ember meghal, és mondjuk egy hozzátartozó temeti el azt az illetőt, akkor vajon ott mi történt? Tehát mi történt? Tehát amikor az ember a halálra gondol, akkor mit sajnál? De mit? De mi az a saját magunk? Hát a saját magunk, akkor az azt jelenti, hogy a testünket sajnáljuk, mert a testünk hal meg, nem? Tehát sajnáljuk a testünket.
Tehát a halálfélelem azt jelenti, hogy sajnáljuk, hogy meg fog halni a testünk, nem? És gondold végig, hogy miért sajnálja az ember ezt? Ha egy ember tudja, hogy neki van egy lelke, amelyik halhatatlan, akkor azt is tudnia kellene, hogy a test után lesz egy másik teste. De itt egy kérdés merül fel ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy vajon a következő testemben, mikor leszek, akkor vajon milyen életkörülmények közé kerülök? Tehát ami azt jelenti, hogy az embereknek fogalmuk nincs az ok-okozati összefüggésekről, fogalmuk nincs, és nem tudják azt, hogy van bennük egy olyan lélek, amely halhatatlan. De sajnálja a testét, tehát ezt, ennek a testnek az elvesztését sajnálja. Na most nem azon kéne egy kicsit gondolkodni, hogy az ebben az életünkben olyan jó cselekedeteket kellene tenni, hogy ha az ember meghal, akkor ne sajnálja ezt a testét. Mert tudja előre azt, hogy a sok jó cselekedete véget. Ugye van egy ilyen mondás, hogy a jó tett helyébe jót várj. Az ember egy jobb életet kap. Érted? És akkor onnantól kezdve, gondold végig, mit sajnáljon az ember ezen a testén, ha egy sokkal jobb következő élete lesz? Érted? És hogy milyen szempontból lesz jobb élete, most ebből a szempontból tök mindegy, érted? Hogy esetleg akár nem is emberként éli az ember tovább az életét, illetve a lelkünk, az emberi lelkünk, nem? Az most részletkérdés. Tehát most gondold végig, az emberek tömegei, szinte kivétel nélkül, főleg itt a nyugati társadalomban, mindenki tel is tele van félelemmel. Érted? Aminek az alapját a halálfélelem adja. Tehát most gondold végig, ha te egy olyan lélek lennél, amely cserélgethetné a testét. És ezt tudod, hogy cserélgethetnéd. Tudnád, hogy cserélgethetnéd. Ha egy olyan lélek lennél, aki azt is tudja, hogy amit szeretne, bármit képes megvalósítani. Érted? Akkor onnantól kezdve, gondold végig, mitől félnél? Mitől félnél? És itt egy kérdés van, hogy te mit hiszel, vagy mit tudsz, vagy mit nem. És minél tudatlanabb az ember, annál jobban nincs ilyen hite, nincs ilyen tudása, amit most elmondtam, hanem olyan van, hogy félek attól, hogy elveszítem a testemet. Még akkor is, ha azt mondják neki, mert azt tanítják, hogy a mennybe kerülsz, akkor is fél a testének az elvesztésétől. Érted? Mert nem tudja, hogy utána mi lesz. Érted?
mert fogalma nincs arról, nincs képzés azon a téren, hogy mi van a halálunk után. Nincs. És minden ember, aki nem tudja a biztosat, az fél a bizonytalantól. Azok nem félnek a bizonytalantól, akik tudják a biztosat. Világos ez? És tudod, mi a baj a félelemmel? Hogy az a legeslegnagyobb problémája az embernek. A félelem. És hála Istennek, illetve a gonosz Istennek hála, elérték az emberiségnél, hogy az emberek ne tudják, hogy honnan jöttek, hova tartoznak, milyen küldetést kellene megvalósítaniuk. Nem tudják. Hála a gonosz Istennek. A gonosz Isten elérte ezt. Olyanok, hogy Jehova, meg Ámen, Amoré, stb. Stb. Jó? Hála Istennek. Hát nem hála, mert éppen rohadjon el. Érted? Ezek mind. Világos voltam? Hát így van. Hát minden gonosz rohadjon el. Az a dolga. Oké? De ha megnézzük, a gonosznak szerepe van. Hogy különbséget tegyél a jó és a gonoszság között. Érted? Mert a legtöbb ember, mivel nem ismeri az etikát, ezért magától nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között. Nem tud. Ezért ugye meg kell tapasztalni a rosszat is, meg a jót is. A szeretetet is, meg a gonoszságot is. Mert ugye a földi létünknek ez a küldetése, hogy határozott és teljesen megkülönböztetett különbséget tudjál tenni a jó és a rossz, a szeretet és a gonoszság között minden szinten. Érted? Ez a földi küldetésünk. Hogy erre képes legyél. Nem kell ezt elhinni, nekem aztán tök mindegy, hogy te mit hiszel. Én tudom, hogy így van és kész. Nekem ez bőven elég. Te meg azt hiszel, amit akarsz. De még egyszer mondom, a legnagyobb akadálya annak, hogy jól érezd magad a bőrödben, tudod micsoda? A félelmeid. Oké? És elsősorban, amire alapul bármilyen más félelem, a halálfélelmed. Egyébként pedig úgy éled az életedet, ahogy akarod, de az biztos, hogy akik ebben a közösségben tanulnak, és ha akarják, és végigcsinálják, minden információt megkapnak az élet és az ember működéséről. Jó? Ami csak felelhető lesz a következő években. Az életed végéig. Jó? Ezen életed végéig. Ahol választhatsz majd, ha akarsz, hogy halsz meg. Érted? Az mit jelent, hogy hal meg az ember? Tehát az a választás, tehát most nem választhatnak az emberek. De a jövőben lehet olyat választani azoknak, akik, hogy fogják, kilépnek a testükből. Oké? És ha akarja az adott illető majd, beléphet egy fiatal felnőtt testbe.
amely nem annyi életet él, mint most az emberi test. Oké? Szóval, el se kell hinni. Nekem aztán tök mindegy, mit hiszel. Én tudom, hogy mi hogy van. Oké? Tehát itt mi képzésekkel foglalkozunk, azért, hogy létrehozzunk egy olyan átmeneti társadalmi formát a jelenlegi emberiség és a felső létforma között, amit aranykornak hívnak. És ezt nekünk adták feladatul, és afelé haladunk, hogy minél több ember bekerülhessen ide az aranykorba. Tehát mondhatjuk azt, hogy elég nagy felelősséggel bírunk ebben a kérdésben, hogy mennyien fognak bekerülni az aranykorba. Mert persze az emberektől is függ, de legalább annyira függ tőlünk. Mert ugyanis, ha mi segítségünkkel nem jutnak be az aranykorba, akkor nem fognak bekerülni az aranykorba. Oké? Miért? Hát emiatt. Mert nem tudnak feltétel nélkül együttműködni. Oké? És ugye egy jó ember feltétel nélkül egy másik jó emberrel tud együttműködni. Miért? Mert tudja, ugyanúgy, mint saját magáról, hogy nem fogja őt becsapni. Mert ő se csapja be a másikat. És ezáltal lehet feltétlen bizalom, mert a feltétlen együttműködésnek az alapja a feltétlen bizalom. Oké? Tehát a feltétlen bizalom. Tehát lehet tenni ezeket, amit itt az előbb le volt írva. Költekezni, túlélni, minél tovább ugye aggódni azon, hogy mi veszélyezteti a túlélésedet. Nem olyan életet kellene élni, ami nem veszélyezteti a túlélésedet. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha szeretnél itt tanulni, várunk szeretettel, nézz körül az oldalunkon. Mindenkinek további szép napot kívánok, és boldog új évet természetesen. És ha akarod, ebbe az egyre nehezülő világban, neked lehet egyre könnyebb. Ha meg nem akarod, akkor élj úgy, mint eddig. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!